Március elején látogatott el Inotára az évad második bérletes előadásával a Pápai Pegazus Színház. Ez alkalommal a világhírű Holle Anyó került bemutatásra a kicsik nagy örömére, az előadást a Grimm testvérek művéből Sarkadi Nagy László állította színpadra. Nektek a Grimm testvérek meséjét bárszínpadra írta, tervezte és rendezte Sarkadi Nagy László. Zenéjét szerezte Kövi Szabolcs, és akik játsszák nektek, Valler Kata, Laki Móni, Végi Zsolt és Targyon. Címe Holle Anyó. Március 3-án került bemutatásra Inotán a Pegazus Színház 2014-2015-ös évadának második előadása, a Holle Anyó. Az előadásról a színház igazgatója és színésze Vég Zsolt beszélt stábunknak. Hát ismét egy világirodalmi klasszikushoz nyúltunk, és ilyenkor mindig nehéz ugye egy kicsit úgy előadást csinálni, hogy az a tulajdonképpen ismert történet miatt mégis érdekes legyen. Úgyhogy egy olyan keretjáték indítja magát az előadást, amiből születő játék végig is kíséri az egészet. Ennek pedig ugye az a lényege, hogy a világhírű meseíró testvérpár, Jakob és Wilhelm Grimm házában vagyunk, illetve annak is egy kamrájában, és itt indul egy történet, hogy éppen a szánkókért jönnek, mert hogy közeleg a tél, és aztán megérkeznek a hölgyek, akik takarítást rendelnek el, és summa summarum a jól végzett munkáért cserébe kérnek egy mesét. Na és hát nekiállnak mesélni, de amit lehet használni tulajdonképpen, ugye az a tervező, író szándéka szerint mindazok a tárgyak, amik a kamrában vannak. Természetesen a bábokon kívül, bár azok is ott pihennek egy ládában. Volt egyszer egy özvegyasszony, és annak volt két lánya. Szép és szorgos az egyik. Res és csúf a másik. És aztán így kerekedik ki Jakob és Wilhelm meséjeként a mindenki által ismert Holle Anyó történet, de talán mondom, hogy amellett, hogy a történet is jó, még izgalmasabbá azt teszi, hogy a szemünk láttára, illetve hát a közönség szeme láttára születik meg ez a történet, amiben követtük az eredeti klasszikus mese vonalat. Ez mindig cél, kitűzés minden ilyen mesénél a színházban, hogy a gyerekek lehetőleg az eredeti mesével ismerkedjenek meg, hiszen rengeteg sok feldolgozás létezik, jobb, kevésbé jobb, de úgy gondoljuk mi, hogy jó színházi élményként kicsi gyerekek feltétlenül találkozzanak az eredeti történettel. Egy özvegyasszony házában vagyunk, ahol ugye az édeslányával és egy mostoha lányával él együtt. Ez ugye a mesei alapszituáció, hogy az édeslányát kényezteti, a mostoha lányát pedig hajnaltól napestig csak dolgoztatja. És hát ebből is alakul ki tulajdonképpen ugye a mesei konfliktus, amiből az egész történet kerekedik majd, hiszen a mostoha lány, aki mindent megtesz, szerény, szorgos, dolgos szófogadó, már késő este áll neki a fonásnak, mert hiszen az van már csak hátra a napi rengeteg teendőből, véletlenül összevérezi a fonalat, hiszen megszúrja az ujját az orsó, újabb mesei történet, illetve fordulat, és ezen az anya hát igazából gonoszan háborodik fel, és ugye téli estén járunk, kizavarja a kúthoz a jéghideg vízbe, és egy lehetetlen parancsot ad neki, hogy addig mossa, míg hófehér nem lesz újra. És hát ugye ez lehetetlen, és a lány mégis kimegy a kúthoz, és mosni kezd, és aztán a hold szólítja őt meg, hogy milyen szomorúan is él, és aztán az ő lelkületeit fogalmazódik meg, hogy hát nem él szomorúan, hiszen az állatok, a virágok, az egész világ ő neki jó barátja, illetve már korábban is elhangzik, de itt igazán, hogy a mesék, és jót szeretne lenni a mesében. És hát a mesetudó hold az, aki segít neki, és azt mondja, hogy engedje el az orsót, amit éppen mos.
ami hát így értelemszerűen a hold segítségével persze ugye beleesik a kútba, a lány nagyon nagy kétségbe esik, és úgy dönt, hogy utána ugrik. Mesét kértél, azt adom. Én utána adom, utána én. Mesét kértél, azt adom. Beleszel az óvába, meghalok. Mesét kértél, azt adom. Én utána ugrom, hallod-e? Hát így kerül Holle anyó birodalmába, ahol ugye a mesebeli próbatételeket kell neki kiállnia, találkozik az almafával, akinek leszakadnak az ág kezei, mert roskadásig van almával, és természetesen segít Hanna, mert hogy így hívják a fő szereplőt, és leszedi az almákat, és az almafa mondja, hogy ezért bizony a jóságért szép jövő várja majd. Aztán a második próbatétel a kemence, amiben sülnek a cipók, és majd elégnek, és nincs ki kiszedje, természetesen itt is segít. És így tulajdonképpen kiállja azt a próbát, amivel már Holle anyóhoz kerülhet egyáltalán, és oda kerül Holle anyó házába, ahol egy évig szolgálja az anyót. Hát itt olyan csodás dolgokkal találkozhatnak, mint a Holle anyó tulajdonaként a gyerekek, amik hát valóban egy kicsit túlmutatnak ezen a földi dolgon. Tehát, hogyha ugye virágokat öntöz szépen, akkor a mag bújik elő a földből, ez az eső. Aztán, ha befűti a kemencét jól, akkor a melegét a nap fogja magával vinni. Illetve van egy csodarokka, amivel, hogyha fon, akkor barátság születik a földön. És utána még egy csodalant, amin ha szépen játszik, akkor annak a dallamára a szerelem ébred, tehát mint csupa ilyen égi gyönyörű dolog az ember életében, és hát a dunna természetesen, hát ez nem maradhat ki a meséből, amit hogyha szépen ráz, akkor tél lesz a földön, és szikrázóan gyönyörűen hull a hó. Mindezeket teljesíti, ahogyan a mesében illik, és hát Holle anyótól megkapja a jutalmát, egy arany. Hát nem mondom, hogy ruhát, mert azért egy kicsit egyszerű, de lényeg, hogy aranyat kap, és ő aranyba öltözik. Hát ezt mi felnőttek tudjuk, hogy ez egy minőségi változás is, hiszen tulajdonképpen a jó elnyeri a jutalmát, és egy ilyen tündöklő fényben jön vissza a földre, a családjához, ahol persze irigykedve fogadják, és hát a mostohája mit szeretne, hát azt, hogy a saját édeslánya is legalább ilyen jó járjon, hanem jobban, hiszen ő már nem is aranyat akar neki, hanem gyémántot, és hát Hanna elmesél mindent, úgyhogy tudják, mit kell tenni. Hát kis anyai segítséggel, de azért beleugrik a leány is a kútba. Kérdés magad, te gyakran! Anyám, könyörű! Ugorj! Vagy lök lesz! És ha nincs meg semmi! Ostoba lány, arany, gyémánt várott rád! Gyerünk, eredj! Akit Gerdának hívnak, és hát ő már ugye tudván ismerően a történetet megy végig, almafával találkozik, de hát nem segít, na, hát majd rápatyog az alma, meg a kemencének sem szedik ki ugye a cipókat, amik most sültek, mert hát össze fogja ő ottan kormozni a ruháját, meg elégeti a kezét, hát mit képzel, és eljut Holle anyóhoz, aki csak azért fogadja, mert Hanna testvére, és hát ott is minden szolgálatot el is mondja, hogy hát nem akar ő szolgálni, de ha muszáj. És hát így megy végig rossz szolgálatként Holle anyó próbatételein is, és hát ez is elhangzik a mesében, summázatként a végén is, de itt is közben is többször, hogy hát kinek mi jár, csak azt kapja. Úgyhogy ő szurok ruhát kap, feketét, így tér haza,
ugye hát az anya nagy boldogtalanságára, de mindenképpen a jó kicsengés azért szerettük volna a példán túl, mert hiszen ez a gyerekeknek úgy gondolom példaértékű a két lány története, hiszen Hanna azért elmondja vigasztalásként, hogy hol a anya jó szívű, és biztos, hogy segít neki, ha ezek után majd már jól éli az életét. És hát így térünk vissza a kerettörténetbe, a Grimmek házába, és egy dallal zárul az előadás. Hogy Jézus fényen átszolom, mesélyket érfél megkapom, mesélyt érfél megkapom. A Pegazus Színház legközelebb a Vándor Sárkány című előadással tér vissza a kicsikhez. Kedves nézőink, Önök a Palotai Presszót látták. Tartsanak velünk legközelebb is, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!